Holnap december 1-e van, és azon kívül, hogy belépünk a decemberbe, ez a nap az AIDS világnapja is, és emiatt beszélgetünk most a szűrés fontosságáról dr. Szlávik János infektológussal és Trecskó Zsófia színésznővel. Köszönjük, hogy eljöttetek. Hol tartunk most a HIV-vel, illetve az AIDS-szel? Magyarország jól áll. Minden évben 200-300 új HIV-fertőzöttet találunk. Ezzel az alacsonyan fertőzött országok közé sorolnak minket. Nem mindenhol ilyen jó a helyzet. A világon egyébként elkezdett csökkenni a fertőzések száma. Talán Oroszország, Ukrajna és a volt balti államok azok, amelyekben nagyon komoly járvány zajlik. Mi ebben jól állunk. Valószínűleg azért, mert nálunk a drogosok közé nem került be a vírus. Az elmúlt évtizedekben átrajzolódott a térkép, mert amikor a HIV, az AIDS felütötte a fejét, és nagyon sokat foglalkoztunk vele. Már akkor volt egy ilyen világtérkép, hogy hol nagyon gyakori, hol endémiás, hol stb. Ez átváltozott pont a felvilágosítások és egyéb munkáknak köszönhetően. És a gyógyszereknek. És tehát ma már a szegény afrikai országokban is elérhetők azok a gyógyszerek, amelyekkel az emberek nem halnak meg, nem fertőznek tovább, nem adják át a vírust. Ennek már látszik az eredménye. Tehát teljesen átrajzolódott, kizárólag Kelet-Európában van úgynevezett HIV robban. Mindenhol máshol elkezdett csökkenni. Hazánkban pedig azért van az, hogy minden évben egy kicsit többen vannak, mert kicsik a számok. Tehát kb. 2000 ember él jelenleg tudottan HIV vírussal, és kb. Még pár ezer van, aki nem tudja magáról. Hát erre a pár ezerre kell odafigyelni, aki nem tudja, hogy ők menjenek el szűrésre. Tehát aki úgy érzi, hogy megfertőződhetett, az mindenképpen menjen el szűrésre, mert csak így tudja a saját életét megvédeni, és mások életét is azzal, hogyha megtudja a gyógyszert, akkor nem fog már tovább fertőzni. A szűrés az kiterjedt a rizikócsoportokon túlra, tehát beleült-e már az emberekbe az, hogy elmehetünk szűrni, hogyha mondjuk változatos szexuális életet élünk, hát és nem csak akkor, ha intravénás használók vagyunk, vagy pedig mondjuk homoszexuális kapcsolatokban élünk, amik az első időkben ugye rizikócsoport. Igen, azt hiszem pont emiatt vagyunk itt időről időre, hogy még ez nincs annyira a köztudomásban, tehát hogy még mindig egy kicsit tabu témaként kezeljük ezt, de ahogy a doktor úr is elmondta, tehát minden évben elkészül az éves lista, hogy milyen mennyiségű a fertőzöttek száma. Hál' Istennek ugye a lista végén vagyunk, ez nagyon jó, de gyakorlatilag, csak ha a saját környezetemet megkérdezem, akkor még senki nem volt HIV szűrésen. És pontosan ez a lényeg, hogy ne az utolsó, a végstádiumba vegyék észre, mert akkor már AIDS lesz belőle, és ugye az már gyógyíthatatlan. Viszont, hogyha még a kezdeti stádiumban észreveszük, amikor még csak a fertőzés van, akkor egy életet le lehet élni vele. Tehát, hogy igen, ez a lényege, hogy a HIV fertőzést minél gyorsabban észre kell venni, és a szűrésre próbáljuk felhívni a figyelmet. Jó, de akkor mi olyan nagyon bonyolult ebbe a szűrésbe, vagy mi olyan félelmetes, hogy mitől nem akarjuk, vagy nem? 5 perc az életünkből, és egyáltalán nem fáj. Tehát, hogy Hát többféle módszer van, de van ez úgynevezett újbegy szúrós, ez a gyors teszt, ami tényleg egy csepp vér, egy kis szűrőpapír, és 5 perc múlva mutatja, hogy nagy lehet a baj, vagy nincsen semmi probléma. Én mindig szeretem felhívni arra a figyelmet, hogy a HIV szűrésbe a véradás nem tartozik bele. Tehát nagyon sokan vannak még most is, nagyon sokszor hallom, hogy hát megyek véradásra, azt úgy is kiderül, ha az vagyok, és hogy nem. Tehát ez nem erről, nem lehet a véradást erre felhasználni. Pontosan ugye ez az ablakperiódus. Így van, ez most nagyon rövid. Borzalmasan lerövidül. Tehát az, hogy valaki meg szokták kérdezni, hogy lehet-e úgy elkapni, hogy valaki vért kap, hát gyakorlatilag lehetetlen. Tehát egy milliárd az annak az esélye, hogy valaki abban az egyhetes ablakperiódusban. De erre is vannak módszerek, hogy kétszer veszik le a vért. Nem. Éppen ezért nem jó az, hogyha valaki a véradást arra használja fel, hogy szűrjön. Nem, hát rengeteg vér olyan hely van, ahol a szűrőállomáson megnézetheti magát valaki országosan. Ezek elég könnyen elérhetőek ezek a helyek, és valóban csak akkor lehet valaki biztonságban elmész szűrésre. Nem csak a rizikócsoportosok. Nem. Menjen el mindenki. Aki olyan életet él, már bocsánat, akinek sok szexuális kapcsolata van, aki védekezés nélküli szexuális kapcsolatot folytat. 10% egyébként a heteroszexuális aránya a lányok, de... Az ő szexuális élete rendben van, de nem tudhatja, hogy a partner, akivel volt, pontosan. Az... Ritkán, de azért találkozom olyanokkal, aki hát nem tudja, honnan kapta. Tehát heteroszexuális fiú, lány is, és mégis belekeveredik ebbe a körbe. Na most meg kell mindenkinek az életét meg kell menteni, és ez csak a szűrések. És ezt milyen gyakran érdemes elmenni ilyen szűrésre? Mindig a partnerváltásnál, vagy hogyha valaki, vagy hogy... Miután az AIDS azért, ugye a HIV fertőzés az 10-15 évig eltart.
azért ha évente elmegy, akkor az bőven elég. Tehát, hogyha ha évente elmegy szűrésre, akkor nem tud az idő eltelni, hogy ő neki bármilyen baja legyen. Úgyhogy azt szoktuk javasolni, az a fiatal, aki úgy gondolja, hogy megfertőződött, vagy nem fiatal, az évente menjen el szűrésre. Igen, de ha már csak most látja ezt az adást, és holnap elmegy, már az is jó, hogy csak egyszer elmegy. Tehát mi már annak is örülünk igazából. Tehát, hogyha most ezt nem kell ilyen szigorúan venni, egy évente el kell menni. Nyilván, ha az ember hosszú párkapcsolatban él, akkor ezt nem feltétlen kell megtenni. De ha már tényleg, ha most az egyszer, vagy öt év múlva egyszer eszébe jut, már az is egyel beljebb vagyunk. Azt szoktuk mondani, hogy azért picit nő a végstádiumú betegeknek az aránya, aki nem ment el szűrésre, és étstádiumban jött hozzám, közülük szokott kikerülni az a 10 halott, aki étben egy évben Magyarországon meghal. Mert egyébként meg nagyon jó karban tartható. Ez így van, tehát ez azért nő, ugye aki étbeteg, az 10 éve fertőződött meg, tehát én ő benne a 10 évvel ezelőtti helyzetet látom. Arról nem beszél, vagy azt már nem is nagyon lehet kideríteni, hogy honnan kapta ezt a fertőzést. Hát azt még akkor sem, hogyha a múlt héten fertőződött sokszor. Mennyi idő most, mire eredménye van a szűrésnek? Ugye? Igen, hát a gyors tesznek 5 perc múlva. Ja, már 5 perc így múlva, van. Mert régen még volt az, hogy 2 hétig, vagy nem tudom, meddig remegtek. A vérvételes. Igen, akik elmentek. Természetesen a gyors teszt, a szűrés, tehát az alapján senkiről nem lehet megállapítani, hogy ő most HIV-fertőzött. Meg kell erősíteni egy vérvételes tesznek, sőt, annak is egy megerősítőjének. Uh-huh. Ezek már komoly dolgok, bár a tesztek rendkívül jók, tehát ilyen 94-95%-os biztonságúak. Uh-huh. De annak esetében, hogyha pozitív lesz, akkor tovább kell. Igen. De ez ma már nagyon ritkán fordul elő. Aha. Régen lehetett erről hallani, de az még a régi típusú tesztekről volt. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. Szűrésre fel.